Ma nem csak az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra, hanem a hungarikumokra is emlékeztünk egy kicsit itt Ópusztaszeren. Gladfeder Béla, uniós képviselő, mit tapasztalt itt? Én voltam már itt, de még nem ennyire. Akkor nem volt időm arra, hogy itt körülnézek, és azt látom, hogy egy egészen fantasztikus dolog van, mert nem csak a feszti körképet lehet megnézni, hanem egy skanzent is, ahol magyar népi tájépítészetnek különböző emlékeit összegyűjtötték. Ez egy fantasztikus dolog, tehát én ezeket nagyon szeretem, mindig szerettem volna ilyen házban lakni, ilyen házban élni. Ma már persze teljesen más körülmények között él, különösképpen a városi ember, és ezért egy állandó romantikus visszavágyódás van a népi, a természetközeli élményekhez, épületekhez, tájakhoz. A magyarokác védelmében Gladfeder Béla élharcosnak számít. Mi mindent kellett tenni ebben az ügyben? Ha itt egy kicsit jobbra néznénk, az a kamerának balra van, akkor ott van egy akácfa, meg van egy kútágas is, és hogy elnézem azt a kútágast, azt egyébként akácból csinálták, mert az egy jó ellenálló fa volt, az ellenállt az időjárás viszontagságának, tehát tovább működőképes volt. A magyar tájhoz hozzátartozik az akáca, különösképpen az alföldi tájhoz, mert itt a gyenge, elsősorban a homok talajokon nagyon más fát nem is lehet gazdaságosan előállítani. A magyar tanyavilágnak, az alföldi embernek a fűtőanyaga, a téli tüzelője az akácból volt. Már az akász úgy nem vesztette el a gazdasági jelentőségét, tehát körülbelül 20 ezer méhész és családja él az akászból. Ez mondjuk mindennel együtt talán 80 ezer ember, és aztán ott vannak az alföldi erdészek és azok, akik a faiparban dolgoznak, az meg megint még néhány tízernyi család és annak a megélhetése. Most ezt egy teljesen, hát nem is tudom, hogy mondjam, egy végig gondolatlan javaslattal veszélybe sodorták azok, akik azt akarták elérni, hogy Európai Uniónak legyen lehetősége arra, hogy az általa veszélyesnek, invázívnak, idegenhonosnak tekintett növényeket, amilyen egyébként az akász, mert hát valóban Észak-Amerikából származik, azoknak a kiirtását, visszaszorítását rendelhesse el. És ezzel ellen persze fölemeltük a hangunkat, Magyarországon aláírásokat gyűjtöttünk, akáckoalíciót szerveztünk, bevetettük a teljes magyar agrárdiplomáciát, és óriási meglepetésre megnyertük ezt az ügyet, mert sikerült leállítani ezt a számunkra teljesen elfogadhatatlan javaslatot, és levették a napirendről.